Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket! Már is kezdődik a műsor! Így kell ezt csinálni! Kiviszem a bajaim a piacra, odaadom bárkinek egy szóra. Szétnézek is, látom én, ja Istenem, soha el nem cserélném. Kis baj, nagy baj, na de nem baj, rájöttem, hogy jól élek. Ha szétnézek, akkor inkább senkivel nem cserélek. Kis házikom, kis családom, téged nagyon szeretlek. Me
Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál az úta én minden napot feketével írok már. Látod, így vitted el messze a színeket, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem lesznek ünnepek, csak ha újra megjönnél. Elmegyek innen egy szebb világba, az álmok a szépek otthonába, és magammal viszem a mosolyomat, mert oda át is lehet, hogy az mutat utat. Nehéz volt lent, de jó volt élni, a föld sebeiről nem kár beszélni. Mielőtt indulok, búcsút sem veszek, mint a madarak össze. Elmegyek. A mai műsorunk vendége Marcelina. Szia. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a műsorba. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát, nagyon úgy nézett, hogy lemondom, mert hallod a hangomat, még mindig most lábalok ki egy hosszabb ilyen torog gyusziból, de itt vagyok. De itt vagy, és ez a lényeg. Tudható rólad, hogy 5 évtizede vagy a zenei pályán. Ez nem nagyon nagy dolog. 5-5, ami azt jelenti, hogy 55 éve. Idén 55 éve vagyok színpadon. Ilyenkor szoktak egy mérleget készíteni. Nem akarok mérleget. Nem? Nem tudom, te akarsz? Én azért kíváncsi lennék, és szerintem a nézők is nagyon kíváncsiak, hogy te hogy értékeled az elmúlt 55 évet. Elértél mindent, amit kitűztél célodul? Megvalósult-e minden, amit szerettél volna? Hogy érzed? Nekem igazándiból soha nem egy bizonyos célom van, hanem mindig jönnek új célok. Tehát az egész életem arról szól, a tűz. Az egész életem arról szól, hogy elérek valamit, és már is lépek tovább. Tehát hihetetlen, rengeteg ötlet van az agyamban, és muszáj vagyok mindig valamit csinálni. Tehát nem tudok. Még most is, amikor beteg vagyok, egyfolytában az olyan az agyam, hogy most emiatt mennyi mindent nem tudok intézni, csinálni, vagy előre haladni. Most a kérdés az lenne, hogy elégedett vagyok-e az életemmel? Elérted-e soha nem azt? Voltam elégedett. Tehát soha. Pontosan azért tudok mindig előre haladni, mert ha valamit elértem, azzal nem elégedtem meg, hogy jó, akkor most már fölrakom a lábam, és... Mert sokan mondják ezt, hogy mit akarsz még? De ez nem arról szól, hogy mit akarsz még. Ez egy belső indítatás az állandó kreativitásra. Azt hiszem, erről szól az életem. Úgyhogy akkor ezek szerintem még ezt szeretnéd tovább folytatni? Én és... halálomig. Valaki azt jósolta egyszer nekem, hogy 82 évesen fogok a színpadon meghalni. Ez jó hangzik, nem?
Felfogás kérdés, hogy kinek jó, vagy kinek nem. Azért reméljük, hogy ettől több adatik, és nagyon sokáig fogsz még minket szórakoztatni. És volt-e még esetleg olyan a pályafutásod alatt, emlékszel-e olyanra, hogy esetleg volt ellenség, vagy szándékosan el akartak gáncsolni, vagy gátoltak téged, és nem tudtál úgy érvényesülni esetleg mások miatt, ahogy azt te megérdemelted volna? Nem tudom, hogy megérdemeltem volna-e, vagy valami mást érdemeltem volna-e, de az, hogy tulajdonképpen az egész pályám arról szól, hogy gátoltak, ez nekem tök normális, tehát abszolút a kezdetekben is, illetve nem tudom, tehát átértékeli az ember évek után a történéseket. Mert az, hogy gátoltak, ugye én akkor azt úgy értem meg, hogy gátoltak, ez nem gátolás volt, hanem ára volt a dolgoknak. Tehát mindig azt is kérdezik, hogy mitől nézel ki még mindig ilyen jól. Ki? Hogy mondtam? Igen. Hogy mi a titkod? Tehát nincs titok, hanem mindennek ára van. Tehát szerintem mindig valamit úgy kell a helyére tenned, hogy te abban jól érezd magad. Tehát, hogy legalábbis én úgy gondolom, és akik megfizették azokat a bizonyos árakat, amikért eljutottak valahova, ahova nem jutottam el, fú, de komplikáltan mondom el. Abszolút értem. Azok valószínű ebben a szituációban jól tudták magukat érezni, mert nem tudom elképzelni, hogyha rohadt szarul érzi magát a szituációba, hogy akkor belemegy. Illetve, ha megcsinálta, akkor az egy idő után kiderül, hogy nem volt jó. Tehát én úgy gondolom, hogy ez valahogy így finomabb. Mert hogyha most itt pikáns sztorikra lennék kíváncsi, nem tudom, hogy a szerkesztő, aki összerakta a kérdéseket, az tud egy-két dolgot rólam. Tulajdonképpen én most csinálok egy vlogot, és ott fogok ezekkel a sztorikkal előjönni, amire te most kíváncsi vagy. És ebben a vlogban ruhakollekcióról is lesz szó, mert amit most rajtam látsz, ezt is én vartam. Aztán, míg derülnek itt ki. És hogyha már ugye arról beszélünk, hogy a jelenlegi helyzet, a ruhakollekciómnak az egy részét felajánljuk a jelenleg rászorulóknak, tehát a háborús helyzetten nehezen átjutó családoknak, embereknek. Tehát most ez is egy olyan feladat, amiben nagyon sokat közre működnék, ha nem feküdnék 3 hete betegen, de így csak elküldöm az összegyűjtött ételeket, és a ruhákat most fogjuk kirakni az Instagram oldalamra, tehát meg lehet őket venni, és a befolyó pénznek az 50%-a megy erre a jótékonysági célra. Ez egy nagyon szép gesztus tőled. Hát ez a legkevesebb. És ahogy így hallgatlak, ahogy feltettem a kérdéseket, és elkezdtél mesélni, én azt érzem, hogy nagyon pozitív vagy, egy nagyon pozitív jelenség, aki pozitívan látja a világot, és ugyan elismerted, hogy voltak, akik gáncsoltak téged, és hátráltattak, de nem haraggal beszélsz róluk. És nagyon sokáig harag volt bennem. Tehát köszönöm, hogy ennyi idős vagyok, és képes voltam ezen túllépni. Ez mindig jó kérdés, hogy az ember képes-e bántásokon túllépni, másképp értékelni. Tehát nagyon sok olyan helyzet adódott mostanság, amiben bele kellett magam képzelni a másiknak a helyébe. És akkor rögtön kiderült, hogy ez mindig egy kicsit két oldalról nézendő szituáció, és természetesen, amikor az ember saját magát érinti ez, akkor ilyen vagy, hogy miért pont velem, de rengeteg szakmabelival történt hasonló is, és nagyon sok ismerősöm van, akik már nincsenek a szakmában pontosan ilyen sztorik miatt. De te eljutottál odáig, hát hogy tudsz pozitívan gondolni. Én egy baromi pozitív, én egyébként a világot abszolút nem látom pozitívan, hanem
Én próbálok pozitívan állni a dologhoz, tehát megpróbálom magamtól eltávolítani a negatívumokat. És nagyon sokáig ugye az ember lenyeli, elrakja hátra, elraktározza a kis agyába hátra, mintha meg se történt volna. De aztán kijönnek a... a csontvázak kijönnek. Én úgy gondolom, hogy nincs ezzel semmi probléma, hiszen emberek vagyunk. A lényeg az empátia az emberek felé, a szeretet, és az elmondásod szerint ez maximálisan megvan benned, és köszönöm szépen, hogy ilyen őszintén válaszoltál a kérdéseimre, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és nem engedlek még el, hanem ja, szeretném... Csodálkoztam, hogy ennyi volt. Nem, hanem szeretném, ha még énekelnél nekünk. Jaj, persze, a dalok.
Remélem, a boldog órák valóban boldoggá tette önöket. Ha igen, egy hét múlva találkozzunk ugyanitt, ugyanekkor.